elszánt játékosok, bemelegítő passzok és hangolódás. Így készültek a 18. Adnió Kupa versenynapjára a csapatok az augusztus utolsó napján megrendezett jótékonysági programra Sukoron. Itt pedig együtt éneklik az állami gondoskodásban élő fiatalok azt a dalt, ami immár himnuszukká is vált a programsorozat alkalmával, ezúttal ugyanis ezeket a velencei gyerekeket támogatták az eseménnyel. Ismét a velencei gyermekotthon lakóiért jött össze ez a közel 150 ember, 15 csapat, ugyanis azt terveztük, hogy ezeknek a gyerekeknek szeretnénk végre vadonatúj, trendi, divatos cipőket vásárolni, ugyanis lehet, hogy nekik meg ez nem valósult meg az életük során, úgyhogy a jótékonysági licitek, a rengeteg nevezett csapat miatt ez az összeg már rendelkezésünkre áll, ez kb. 1.400.000 forint. A tárgyi ajándékok mellett természetesen élményekkel is gazdagodhattak a fiatalok az eseményen. Rengeteg szép gólt is láthattak. Három pályán rúgták a bőrt a csapatok párhuzamosan, de légvár, arcfestés, koncert is várta őket, no meg az adakozni vágyó látogatókat. Már a kezdetektől fogva itt vagyunk, kettő csapat egyesült, és így ez a baráti társaságnak ez egy ilyen nagy esemény egy évben kétszer vagy háromszor. Most a velencei gyermekotthonnak gyűjtöttünk, és nekik szerettünk volna segíteni. Ugye amellett ugye a csapat összegyűlik, ez az egész nagy társaság, ez a baráti kör alapítvány, ez egy családban nőtte ki magát, és nagyon szeretjük ezt a közeget, ezt a társaságot. Egyértelműen a jótékonysági kispályás labdarúgó torna volt az egyik kedvenc programelem a látogatók számára. Összegyűltek a sport szerelmesei a pályán, de a pályák körül is. A nevezési díjból, sportmezekből, a kampányból befolyt összeget a gyermekotthonban élő fiatalok segítésére fordítják a szervezők. Az önfeledt sport a közösség kovácsoló esemény célja. Idén is sokakat mozgatott meg, és nem csak a pályán, de azon kívül is természetesen. A gyerekek álmainak megvalósításához ezúttal is sokat tettek hozzá a szervezők és a segítők.